Szóval, ha mehet az első kérdés. Jó. Most milyen kori zé van? Húzok akkor egyet, itt a Hell Shopiból, és akkor kiburítottam az összeset, várjál. Hogyha bezárnának egy hipermarketbe éjszakára, és bármit tehetsz következmények nélkül, akkor mit csinálnál? Meginnék egy fejet, aztán tévéznék reggelig, és kimennék. Hát, innál egy helyet és tévézni. Ezt csinál, ha következmények nélkül egy hipermarketbe lennél. Innék egy helyet, ezzel kezdeném, körbenéznék, megnézni, mi merre van. Lehet, hogy vennék egy diszkrokot a Zarának, ugye a kutyámnak, hogy legyen otthon neki. Aztán leülnék és tévéznék egy reggelig. Aztán meg kimegyek. Szerintedben vannak kötve ott a tévék? Hát én úgy láttam, hogy ilyen filmekben be volt. Szerintem csak amíg üzemel a hiper, hát, vagy amíg nyitva fel van. Lehet kapcsolni az áramot. Tudod, ilyen gombbal, uh-huh. biztosítékkal. Tehát ugyanazt csinálnád magyarul, mint otthon. Nem, mert otthon nem tévézek. Netflix, ezek az más. Tudod? Hát ez nem egy ilyen vandál dolog, akkor nem vagy egy ilyen bevállalás. Nem. Sem. Hát de mit kéne csinálni? Hát fú. Felrobbantani? Nem. Én most megenni akkor én mit csinálnék egy ilyen hipermarketbe? Elrúgnám a cipőm egyrészt, mindenképp mezitláb mászkálnék egész. De hideg az. Hiper. Hát le van szarra, hát de megfázol. Hát na, de hogy? Jézus. Hát de tényleg. Na, és akkor így végigjárnám a kajáldákat. Mindenből egy kicsit, és ja, zokniba valahova leterítenék egy pokrózot, mint a piknikeznék, valami ilyesmit csinálnék. Óriási hangfalon bevinni valami zenét, és akkor ott behívnám a haverokat. Nem zenélnék, csak zenét hallgatnék, nem hangosan behívnám a haverokat, és így előadnám, hogy figyelj, amúgy az enyém a hipermarket. Eltölteni egy hetet a példaképeddel, és nem kérdezni tőle semmit, vagy találkozni vele egy percre, és feltenni neki azt a kérdést, amire leginkább kíváncsi vagy, amire aztán válaszolna bármi is legyen az. Én azt választanám, egy hetet csöndbe, vagy egy percet, és akkor végigdarálnád az összes kérdésedet neki. Nem tudom, mert nekem a példaképpen édesapukám. Amúgy. Akkor nem de tudom, cuki vagy. De én akkor azt mondanám, mivel nem sokat tudok vagy olyan... vele? Nem. Akkor azt választanám, hogy egy hetet néma csöndbe. Uh-huh. És akkor úgy legalább együtt vagyunk. De igen, ennyi. Mert már nagyon keveset vagyunk együtt. De nekem meg nincs példaképem. Te magad vagy. Az cink, nem? Hát... Miért? Nem. Nem cink az. A példaképem az igen. Tehát, hogy én magam olyan szinten mondjuk, hogy mindig így visszatekintek az egy évvel ezelőtti önmagamra, és akkor igen. Most hol tartasz ahhoz képest? Igen. Szóval ilyen példaképem amúgy nincs, akiért úristen, de rajongok, és akkor tőle nagyon sokat tanultam. Nyilván vannak DJ-k, akiket persze. követel, külföldi DJ-k, de hogy így egy hetet kúsba. Az mondjuk a jó. DJ Snake-kel eltöltenek egy hetet kúsba. Snake Allison. Ha kibírnám és kúsba tudnék maradni, akkor igen. Melyik állat lennél és miért? Én kutya lennék, mert a kutyát nagyon, nagyon sok ember szereti, és nagyon szeretik simogatni, meg ilyenek. Akkor te ilyen kis szeretetéhes is valami. Igen, én olyan vagyok. Aha, szeretetéhes. Aha. Mondjuk van olyan gorosz ember, aki nem szereti a kutyákat. Azt, én most régi sztorit fogok ehhez mondani. Már, hogy mi, kiskoromban mi akartam mindig lenni, azt elmondom, jó? Igen. Nagyon égő. Előre szólok. Miért? Tyúk. Tyúk? De a tyúk az miért jó? Figyelj, én esküszöm, nem tudom megmagyarázni, de mindig tyúk akartam, sőt, még be is ültem a helyükre a kiskorom. Úristen, ezt most tényleg elmondom, a tyúk. Szóval fog kikerülni. Hát ez mindenhova. De már holnapi címlapsztor. Nincs, hogy amin a tyúk akart lenni, de nem tyúk lett. Szóval de tyúk. De miért tyúk, abban mi a jó? Mert ahogyan ilyen kis rejtek helyeik voltak, ahogy bebújtak a kis életüket, ahogy figyeltem, és... Én ugye falun nőttem fel, és én az folyamatot velük bandáztam. Hát de megettétek, gondolom, a tyúkokat. Meg. Hát de akkor milyen rossz? Hát, és úgy is, úgy állat, akart... basszus. Hát de úgyis azt szerette volna lenni? Meghalnak? Mindenki meghal egyszer. Hát jó, de most a kutya a tyúk... is, a kutyus is. Igen, de most jó, de más. Na mondom, még egyszer, tehát ez volt a gyerekkori álom. Igen, de hogy... Na, ez kiskoromban, ezt nyilván azóta igen, már elvetettem, igen, igen. Tehát nem lennék már tyúk, csak ugye elmondtam zárójelben. Most felnőtt feje volt egy kijelentésem, hogy ilyen koala. Koala? Kicsimp, tudod, én még nem láttam koalát, amúgy, de tudom, ez nem lajhár.
koala is, csak úgy van így. A lajhár is, de na, én a koala. Az aranyosabb. Eukaliptus, szabász egész igen, nap. Igen. Csimpaszkosz, csak ilyen lassan mozog, és olyan cuki, hogy csak meglátnak, és így elolvadnak tőle, tudod, az emberek. És amúgy meg most kihalás szélén vannak szegények, igen. Úgyhogy mindenképp koala lennék. Melyik definiálja jobban a sikert, szerinted? Materiális dolgok, vagy élmények, érzelmi kapcsolatok? Hát te sikeresnek mondod magadat a szakmádban, hobbitban? Szerintem igen. Egész jó, igen. De az életben meg lehet, hogy nem. Életben nem vagy sikeres? Nem vagyok olyan túl boldog. Sikert mindig ahhoz mérik, hogy van egy célod, és akkor az odatartó mennyire? Úta. Igen. Tehát mikor egy hegymászó is elindul, nem azt vallja a sikernek, ha felér, hanem az út közbeni dolgot. Igen? Tudod. Igen. Én nem. Te nem? Nem, mert nem vagy hegymászó. De nem az, amikor sikert nézem, akkor nyilván vannak kisebb állomások, hogy hú, na, ezt is elértem, ez tök jó, de mi nem értünk oda. És ezek a materiális dolgok azért közre játszanak abban szerinted, hogy valaki sikeres, mondjuk van háza, van autója, az egy sikeres embernek mondható, akinek ilyen anyagi javai vannak, és ingóságai. Hát, hogyha nem boldog, akkor nem. Lehetek szóval sikeres, de hogyha nem vagyok, fontos az, hogy lelki békéd legyen, és az kell a boldogság. De fordítva is igaz? Aki boldog, az sikeres. Mert például itt ül egy hajléktalan egy kutyussal, és élvezi a napsütést, jelen percben, pillanatban boldog. Igen, de nem, most a boldogságot nem úgy mérem. Most boldog vagyok, mert tök jó ez a buli, hogy itt vagyunk. De amúgy meg, érted? Ettől nem leszek sikeres. Na, nem ezt úgy mondom, hanem hogy hosszú távon. Tehát akkor mi definiálja jobban a sikert? Hát, lehet, hogy a materiális dolgok, hogy mit van. Mert az külsőség. Tehát, hogy most látják, hogy mondjuk van ez a Hell Jeep nálam van, azt gondolják, hogy úgy, de sikeres vagyok. Miközben én meg nem vagy érzem az, magam annyira. Vagy az, hogy mekkora nagyképű. Na mindegy, én azt vallom, hogy inkább leszek boldog. Tehát, hogy tehát élmények, boldog, érzelmi igen, kapcsolatok. Igen. Igen, jó, azért ugye végére. Csak ő, és te? Büszke vagyok rá. Egyértelműen így gondolom én is. Tehát, hogy én elmondtam ugye, hogy szerintem a siker az egyáltalán mit jelent. Nyilván, mikor A-ból tartasz B-be, C-be, D-be, a közötte lévő út, vagy eléred az elsőt, amit kitűztél magadnak, ezek sikernek mondhatok, de a siker az egy élmény, azt meg kell élni, ha sikeres vagy. Nem pedig amit van, akkor persze, te már sikeres vagy. Ez lehet egy én most sikeresnek érzem magam, hogy el tudtam indulni. Na látod, a siker szerintem ilyen apró villanások. Igen. Percenként, a boldogság szintén. Életed végéig csak egy szint viselhetsz, vagy csak egy pár cipőt. Melyik az? Sportosabb cipő. Jó, így jó? Tehát te sportcipőt. És egy szín az meg a piros. Igen. Imádom a pirosat. Most nem látszik annyira. Amúgy ez, igen, de pedig imádom. De itt a piros karkötő, de imádom a pirosat. Tehát csomó piros cipőm is van, meg ilyenek. A piros. Jó. Neked? Sneakert viselnék én is, biztos, nem magas sarkú. Uh-huh. Tehát nőként is azt mondom, hogy én is sportcipőt válaszolnék, viszont ha egy szint, hát most nézd rám, de a narancssárgát amúgy nagyon szeretem, mióta vörös vagyok. Narancssárgát? Igen, ezt a ok, vagy mi répa szint. Répa, az. Igen, amúgy azt nagyon adom. De hogy nem mondanám a feketét, vagy ezeket. Pedig most valaki biztos azt mondja, hogy a fekete, mert ez mindent. Sok répa színű tudtad vele amúgy? Van. Nem nehéz őket beszerezni? Mert nem nagyon láttam. Répa színű dolgokat. Aha, hát egy narancssárga cuccokat nem igen láttam. Pedig most nagyon nagy divat. Vagy volt, nem tudom. Nem divat szerint öltözködöm. Én sem. Harmadik jegyzet a telefonban. Én kezdem ezt szerintem, mert te vezetsz. Harmadik jegyzet? Ez most nagyon cink lesz. Nagy, én ettől olyan rettegés, hogy ne olyan legyen, hogy nagy. Harmadik jegyzet, csak... Most izzadok kicsit. 1, 2, 3. De várjál, ugye van ez a rögzített jegyzet is, lehet rögzíteni felül, tudod? Na ez az, hogy nekem is így több van, mindegy, az első jegyzetekre rámegyek. Hát nekem az a harmadik jegyzet a telefonomban az egy beszkennelt szerződés a Snowtech-ről. Meg volt egy másik, mert itt két jegyzet tömböm van, abban pedig egy kérdés, hogy mit szeretsz a kapcsolatunkban, és miért vagyunk szerinted jóban. Az Twitch posztok? Vagy mi az? Ez? Aha. Ez Twitch-en a bejelentkezési jelszón, meg ilyenek, hogy nehogy elfelejtsem. Még ezt jó, hogy láttam. Ugye? Igen, akkor neked az a Pest Szent Imre a ez harmadik. Egy cím. Akkor neked egy cím. Egy cím van beírva a telefonomba. Pest Szent Imre. De ez hogy kinek van, a címje, címe, azt nem tudom. Hát na, ez az. De tudom. Ki tud jóba mászkálsz néha. Hát tudom, azt teraktam.
Mondj egy vicces, kedvenc sztorit egy rajongóval, vagy találkozásról. Fú, rajongó. Nekem van amúgy, rengeteg hát van. Hát gondoltam, hogy neked van. Fú, kezdte, én addig gondolkozok legalább. Jó, volt egy olyan zenélek nagyba, és jön egy ilyen, egy faszi, teljesen be volt baszon, nagyon be volt rúgva. És full komolyan így csinál nekem, hogy mutogat. Mondom, mi van már? Tehát nem tudtam tőle, hogy ő neki egy citromos sört adjak azonnal. Mondom, nem láttad, hogy én ezzel élek, bazeg? Honnan adjak? Azt hitte, hogy ilyen. Szerintem, hogy felszolgáló vagyok. De nagyon kemény. Igen. Nem vagy szomjas? De. Amúgy vicces nincs. A buliba odajöttek, ittunk párat, meg beszélgettünk. Az nem vicces de annyira. Ilyen nem volt, várjál. Aha. Hát talán az, hogy az egyik ilyen rajongom odajött hozzám, beszélgettünk, aztán ráment a csajomra. Nem tudta, hogy az a csajod? De, szerintem nem tudta. Azt hitte, hogy... Akkor direkt. Azt hitte, hogy volt ilyen. Vagy, aztán, ja. Aztán ledarált? Hát csak mondtam, hogy ne arra, hogy bocsi, de velem van. Bocsi. Ilyen kis finoman szóltál. Hát az elején mindig tudod, nem akartam, hogy az imidzsemet leromboljam, mert az nem persze. Jó. Úgy finoman szóltam, hogy bocsi. Gondolkoztam, nekem még egy olyan sztorim volt, hogy képzeld el, fellépésre mentem, és vagy a fellépés előtt mindig leviszem a kiskutyámat a parkba, de akkor már tudod, ilyen fellépős cuccba. És vannak ilyen óriási nagy Buffalo ilyen platform cipőim, és abba vittem már le a kutyámat, olyankor mindig azért nyilván szoktak nézni, hogy osz, kurva, hát meg hova, vagy mit csinál. És ott egy ilyen fiú banda oda kiabált, hogy hallod, neked meg olyan cipőd van, mint a Jaminának. És akkor így odaintettem neki, ja, mondom, kösz. Rendezni egy filmet, vagy élni egy választott filmben, sorozatban pár napot? Élni. Melyikbe? Jó barátok? Honnan tudtad? Hát nem tudom. De honnan? Hát de igen, Joy lennék. Gondoltam. Hát az óriás, imádom, kedvenc sorozatom. Annál jobb nincs. Ez mindig vicces. Megnéztem már 1 millió szor, de mindig ugyanúgy rögök mindenen. Hát ezt honnan tudtad? Nem tudom. Megérzés? Mert olyan kis... Ez olyan sna... Már bocsd, hogy ilyen... Na, hát jó barátok. Hát ilyen sna... Hát ja. És a Joy lennél? Ja. Én rendeznék inkább. És mi lenne a filmnek a tematikája? Az, hogy... Fú, ez nagyon jó kérdés. Ugye? Igen, talán egy olyan filmet rendeznék, amiben egy... Hoppá. Amiben egy... Valószínűleg egy ilyen kis hülye leányról szólna, mint amilyen mondjuk én vagyok, meg voltam. És hogy én amúgy sokat nem tudják, hogy ugye egy falusi kislány voltam, és hogy mennyire változott meg mondjuk az életem kiskortól mostanáig. Hát de szerintem mindenki de hogy változik, úgy, hogy nem? A nulláról, de nem azt mondom, hogy azért egy sikeresnek mondható hát életem az, van, meg olyan életem van, ami nem is gondoltam volna mondjuk soha. És hogy így erről azért egy tök jó lenne egy film, mert úgy az emberekben tudod, így lenne egy ilyen motiváció. Hogy honnan indult, hogy hú, amúgy. Hova el lehet érni. Igen. Melyiket mondod többet helyzetekben? Igen, vagy nem? Ez most mi? Hát de most te tényleg, hát attól függ, mit kérdezni. Milyen kérdés? Te igen mondanál amúgy? Én nem úgy sokszor igen, tehát a nem az ugye egy ilyen tagadás, egy taszító, de most ha megkérdezik, hogy önbizalom hiányos vagy, félsz, azokra nyilván azt fogom mondani, hogy nem. Tehát, hogy igen, valamit tagadok, de hogy helyzetekben, melyiket mondod többet helyzetekben, igen vagy nem? Igen. Most félsz, Benni? Nem. Hát de ez az, hogy helyzetek. Most nem félsz. Nem félek. Melyik hírességgel töltenél el egy napot, és miért? A Megan Fox-szal biztos ellennél egy napot. Hát igen, de most nem milyenek jutottak ezzel. Hát arra lennék kíváncsi. Aranyos. Lehet vele beszélgetni. Kommunikatív egyéniség. Mesingyan kell, meg levágná az összes ujját. Az biztos. Hát talán, most mondok egy focistát. Focistát. A Ronaldóval? Nem, Ricardo Kakával. Ricardo Kaká. Igen. Ő volt mondom, nagy legenda. Igen, úgy mondtad, ja, de amúgy egy legenda volt. A Milánban, meg Milán szurkoló vagyok, miatta szerettem meg a focit. Nekem régebben. A Rooney volt a kedvencem, mert ilyen kis dumófülei. Nem, de Shrek olyasmi volt. Aha. Híresség. Nekem híresség a Popper Péter is az volt, érted? Aki egy magyar zseniális pszichológus volt, és meghalt. És
szóval olyan nagy menéseik vannak, hogy úristen, legszívesen tényleg eltöltenék vele egy napot, és dumálnék mindenről. Mert annyira jól látta a világot, hogy az valami zseniális. De jó, most nem leszek ennyire ilyen idő. Úgyhogy, úgyhogy ha sztárral, akkor én még mindig tartom magam a DJ Snake-hez. Ő a befutó. Aha, vagy a Maluma. Maluma. Ja, ezek a nekem úgy szimpatikusak. Ilyen jó fejek itt mellettük. Na ugye, az Instagram azért... Felismertek még. Tényleg. Hello!